Ismételten köszöntjük kedves nézőinket, folytatjuk tovább az Olimpián Innen című magazin műsort. Hazánkban az egyik legnépszerűbb gyorsulási verseny a drag racing, és mivel a szezon hamarosan indul, mikrofon elé kértük a főszervezőt, Kohári Zoltánt, aki nem mellesleg hazánk leggyorsabb versenyautójának, a Dragasnak is tulajdonosa. ...2016 mennyiben lesz más, mint az eddigi évek a gyorsulás mezőnyében? Hát a tavalyi évhez képest pont egy évvel lesz több, mivel tavaly 2015 volt, most meg 2016. Hasonló metódussal ember, de mégis megújulva adjuk elő ezt a dolgot. Idén sokkal több kétnapos versenyünk lesz, mint a következő is, ugye április 23-24-én, ez a Honda találkozó, illetve gyorsulási verseny, illetve májusban is kétnapos versenyünk lesz, októberben is kétnapos versenyünk lesz, tehát egy picit többet fordítunk arra, hogy a sportolók még jobban tudják élvezni ezt a gyorsulást. Azt gondolom, hogy ez is egy igény, természetesen azok, hogy a külföldiek ide tudjanak jönni, ahhoz nem elég egy nap, tehát például a májusi versenyünk egy nemzetközi verseny, és ott pénteken már meg fognak érkezni a külföldiek, szombaton, vasárnap versenyeznek és döntöznek, tehát ez így komplett ez a hétvége például. A pályán feltételezem, hogy mindig dolgozni kell, az sohasem lehet jó, és hát ugye fejlődik a technika is. Így van, a pályát idén különös gonddal kezeljük, egy egész csapat dolgozik rajta minden verseny előtt egy hétig, azért, hogy a tapadás kimagasló legyen és egyedülálló, akár Magyarországon, akár Közép-Európában is. A kategóriák nem születtek, a tavalyi kategóriákkal megyünk tovább. Minden a régi, ám bár de mégis új, tehát a tavalyi kategóriákat használjuk, viszont rengeteg új autó épült a tél folyamán, illetve össze, akik most bemutatkoznak majd Kiskunlacházán. Kardinális kérdés ugye, hogy mi újság a Dragacs házatáján? A Dragacs az épül, teljesen megújult, tehát ő jobban megújult, mint a versenyek. A motor és a váltó a régi marad, minden egyéb része és alkatrésze új lesz. Reményeink szerint sokkal jobb lesz, mint a tavalyi. Sebességben biztos, hogy jó, mert a számításaink szerint a Dragacs végsebessége a tavalyi 360 km-ről idénre 410 km-re megy föl az áttételek miatt, illetve hát az egyenes futása mindenképpen az új kaszni és az új csőváznak köszönhetően sokkal jobb lesz, és így is volt annyi erőnk, amivel amúgy se tudtunk mit csinálni, most legalább megpróbálunk vele valamit csinálni. A szezonnyitó március végén volt a második versenyre, mire számíthatunk? Mi a menetrend, mi az, ami extra? Április 23-án egy gyorsulási versennyel kezdünk, ahol egy egész napos nemzetközi gyorsulási verseny zajlik, és 23-án este, illetve éjjel is már tart a buli, hiszen vasárnap 24-én egy nemzetközi Honda találkozót rendezünk szokás szerint. Várhatóan 1500-2000 Honda jármű jelenik meg itt Kiskunlacházán. Most pedig következzenek a Magyar Olimpiai Bizottság nem olimpiai tagozatának friss hírei. Óriási sportdiplomáciai sikerrel kezdődött Ausztráliában az idei sárkányhajó világbajnokság, tájékoztatta magazinunkat Ausztráliából Járosi Péter, a MOK tagja. Az adelaide-i futamok rajtja előtt a Nemzetközi Szövetség vezető testülete egyhangulag úgy döntött, hogy ismét bizalmat szavaz a Magyar Szövetségnek, és így 2018-ban Szegeden rendezhetik a sportág legnagyobb létszámú versenyét, a következő klublegénység világbajnokságot.
Óriási lehetőség ez hazánknak már csak azért is, mert 30-35 országból nem kevesebb, mint 4-5 ezer versenyző érkezik majd. Jegyezte meg Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke. A közelmúltban U19-es Európa-bajnoki ezüstérmes lett Farkas Balázs. A magyar fallabdázó edzője és édesapja Farkas János a siker után az utánpótlás.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a squash szövetség lehetőségei igencsak korlátozottak, így azután hiába tesznek meg mindent a fejlődésért, a jó eredmények nem születhetnének meg a szülők támogatói segítsége, vagyis pénze nélkül. Az utánpótlás edző így folytatta: a sikerrel feltettük Magyarországot a sportág térképére, és nem elképzelhetetlen, hogy a legrangosabbnak számító sorozat egyik versenyét is megrendezhetjük a közeljövőben. Több rangos nemzetközi táncversenyt rendeztek elmúlt adásunk óta, ráadásul magyar sikerekkel. Várnában például egy arany és két bronzérmet szereztek a párosaink. De nem csak Bulgáriában, hanem Romániában is jól szerepeltek táncosaink. Bukarestben az ottani ifjúsági Latin World Openen a Szőcs Dániel Egresi Melinda Beatrix páros a 48 induló között bejutott az elődöntőbe, s végül a 14. helyet szerezték meg. Április 1-e és 3-a között rendezték a 23. Szenek Handel nevezésű nemzetközi skander bajnokságot Szlovákiában. Mint az egyik legrégebbi európai skander torna vonzza a kiváló sportolókat, így idén is majd minden kategóriára jutott egy világ vagy Európa bajnok. A magyar válogatott 28 fővel képviseltette magát a megmérettetésen, és ennek eredményeképpen 7 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet sikerült megszerezniük. A versenyen egyébként 13 ország 160 indulója vett részt. Az egyik leghíresebb magyar repülőgép a Li-2-es. Többek közt azt lehet róla tudni, hogy ez az egyetlen egy működőképes példány van belőle már csak az egész világon. Most kapott 2 új motort, úgyhogy rövidesen megint a levegőbe emelkedett majd. A tervek szerint a magyar ejtőernyő sportszolgálatába állítják. Így pörög fel Európa egyik leghíresebb repülőgépének, a Li-2-esnek a motorja. Legalábbis általában, mert a 66 esztendős Matuzsálem most hajtóművei nélkül pihen a budaörsi hangárban. Az utolsó simítások. Hamarosan új erőforrások kerülnek a repülőgépre. A világ utolsó működőképes Li-2-esének tulajdonosai ugyanis úgy döntöttek, hogy a szerkezet megérett a motor cserére. A szerelőcsarnokban egymás mellett áll a 2 kiszerelt és a 2 beszerelésre váró hajtómű. 1000 lóerős a motor, és 33000 köbcentis, tehát 33 literes, és a 150-200 liter üzemanyagot, benzint fogyaszt óránként. A Li-2-est mindenhol ismerik Európában, ezért is hívták meg 2 évvel ezelőtt a D-nap, vagyis a normandiai partraszállás 70. évfordulójára, csupa amerikai gép közé. Idén pedig, ha minden összejön, Münchenbe repülnek majd megemlékezni egy 1956-os gépeltérítésről. A repülő egyébként a filmesek kedvence is, eddig 14-szer festették át. Ezen már volt vörös csillag, horogkereszt, finn, svéd, dán, norvég, mindenféle fajta festés volt már rajta. Legutoljára pedig a Spanyol királynő című filmet forgatták itt Budaörsön, és ott pedig egy spanyol repülőgépre volt átfestve. Segítsen nekünk, hogy mennyiben hagyományőrzés és mennyiben sport ez, amit csinálnak? A hagyományőrzést már megcsináltuk Normandiába. Ott eredeti ruhába, történelmű ruhába, a 44-es ejtőernyős ugrott, 44-ben lévő úrruhát hordott ejtőernyős ugrottak ki ugyanabban a felszerelésbe, és pedig itt Európában több helyre hívnak minket ejtőernyőst ugratni, tehát sporttevékenységet végezni. Úgy néz ki, hogy Krakkóba hívnak meg egy nagy ejtőernyős bulira, ott fogunk ejtőernyős dobálni egy hétig. Most Bobák György úr a repülőgépnek a főszerelője, ő végzi a munka lényegét, a munka dandárját. Ő építette pár segítséggel át ezt a motort a régiből az újra, és teljesen felújított rajta mindent. Most éppen a kábelkötegezést végzi, hogy mire felkerül a motor a helyére, addigra már ne kelljen vele semmit bütykölni, hanem itt rögtön megcsinálja mindent lenne a földön.
A likettes, amely mostantól, ahogy hallhatták, elsősorban sportrepülőgép lesz, 1958 és 64 között még a Malév utas szállítója volt. Onnan vette át a hadsereg, ahol újabb egy évtizedet szolgált. Ezután selejtezték és kiállították a Szolnoki Repülőgép Múzeumban. Onnan hozták el a Goldtimer Alapítvány szakemberei, hogy talpra állítsák. 2001 óta repült a most kiszerelt motorokkal. A legújabb, nagyjából 10 milliós felújítás után a tervek szerint április végén repül először az alapítvány nyílt napján. Onnantól pedig az ejtőernyő sporták szolgálatába is áll. Az biztos, hogy ebből még kiugrani is különleges élmény lesz. Olimpián innen című műsorunk a legközelebb egy hónap múlva várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, és addig se felejtsék el szlogenünket, amely így hangzik, a sport mindenkié. Viszontlátásra!